Üdvözlök mindenkit! Bognár Gergelynek hívnak. Folytatjuk a radioaktív sugárzás kísérleti vizsgálatát. Az első kísérletünkben, amelyet az előző videón láthattok, ott a hétköznapi tárgyaink radioaktivitását vizsgáltuk meg. Most egy még mindig egyáltalán nem veszélyes, de jóval jelentősebb sugárforrást fogunk vizsgálni. Ez a sugárforrás egy úgynevezett gázharisnya, ez kereskedelmi forgalomban kapható a különböző túraboltokban. Túrázók, hegymászók használják, gázlángra lehet ráhúzni, hogyha a gázlángot meggyújtják utána, akkor ez egy ilyen tompa fényen világít, és némi fényt ad nekik este a sötét sátorban. Erre szolgál a gázharisnya. A magas hőmérséklet a gázlánghoz létre annak a hatására benne lévő atomok gerjesztődnek, és így bocsát ki fényt. Ez a gerjesztés ez még hatékonyabb és még jelentősebb legyen, egy kis mennyiségű radioaktív anyaggal szennyezték meg, ezért radioaktív sugárforrásként is funkcionál nekünk ebben a kísérletben. Még egyszer leszögezném, hogy ez a sugárforrás sem veszélyes számunkra, nem kell tőle félni. Nézzük meg első lépésként, hogy mennyire is sugároz a gázharisnya. Picit csöndben maradok, és hallgassuk meg az előző kísérletben már megvizsgált háttérsugárzás mértékét, majd utána szépen lassan a Geiger-Müller számlálót elkezdem közelíteni gázharisnya felé, és úgy is meghallgatjuk, milyen sűrűn követik egymást az egyes beütések. Ez a kattogás mennyiség a körülöttünk lévő háttérsugárzásból származott, és most szépen lassan elkezdem közelíteni a gázharisnya felé Geiger-Müller számlálót, és akkor hallgassuk meg, hogy így milyen sűrűn követik egymást a kattanások. Itt már hallható, hogy jóval sűrűbben, mint a normál háttérsugárzás. És így egész közel helyezve, szinte folyamatos beütéseket figyelhetünk meg, hallgathatunk meg. Ettől ismét eltávolítva, pedig már csak a normál háttérsugárzást érzékelhetjük. Kísérletünkben megpróbáljuk most meghatározni, hogy ez a gázharisnya, mint radioaktív sugárforrás, ez vajon milyen sugárzást is bocsát ki magában. Korábbi tanulmányainkban megtanultuk, hogy alfa, béta és gamma radioaktív sugárzásról beszélhetünk. Az alfa sugárzás az tulajdonképpen egy hélium atom mag, amely nagyon-nagyon rövid idő alatt elnyeredik a levegőben, illetve nagyon vékony lap már képes elnyelni. A béta sugárzás egy kicsit később nyeredik el a levegőben, és egy vékony lap nem is tudja elnyelni, ez mondjuk már valamilyen fémlapra, vagy egy kicsit vastagabb papír rétegre van szükség, hogy elnyelődjön. A gamma sugárzás pedig az előbb említett alfa és béta sugárzás kísérő jelensége, és mindkét sugárzáshoz, mindkét bomláshoz hozzá tartozik. Hogyan tudnánk megállapítani, hogy ez a gázharisnya, ez alfa vagy béta sugárzás bocsát ki magából? Úgy tehetjük ezt meg, hogy első lépésként egy vékony alumínium lapocskát helyezünk a Geiger-Müller számláló és a gázharisnya közé. Ha számottevő mértékben lecsökken a beütésszám, akkor nagy valószínűséggel alfa sugárforrásról van szó. Ha nem, akkor valószínű, hogy a sugárforrásunk béta sugárforrás lesz, de nézzük meg, hogy a kettő közül melyik. Jól hallható
a nagy mennyiségű beütésszám, és behelyezem kettő közé az alumíniumlapot, és hallható, hogy lényeges mértékben a beütésszám nem csökkent. Feltételezhetjük akkor, hogy ez egy béta sugárforrás, de hogy valóban ezt igazoljuk is, egy vastagabb alumínium lapot is előkészítettem. Nézzük meg, hogy mi történik, ha ezt a vastagabb alumínium lapot teszem a gázhamisnya és a készülék közé. Most behelyezem az alumínium lapot. És hallható, hogy bizony lecsökkent jelentős mértékben a beütésszám. Most már valóban meggyőződtünk arról, hogy ez a gázhamisnya, ez egy béta sugárforrás itt körülöttünk. Hallható volt, hogy lecsökkent a beütésszám, de nem szűnt meg teljes mértékben. Az alumínium lap ugye leárnyékolta a béta sugárzást, de mint mondtam, a béta sugárzás kísérő jelensége a gamma sugárzás is, amit az alumínium lap nem volt képes leárnyékolni. Ehhez ólom rétegre, ólom lapra van szükség. Figyeljük meg, hogy ha ólmot helyezünk a készülék és a gázhamisnya közé, akkor milyen mértékben csökken le a sugárzás és a beütésszám. Hallható, hogy mindenfajta árnyékolás nélkül mekkora a beütésszám, és most az ólomréteget behelyezem, és ebben a pillanatban tulajdonképpen a háttérsugárzás körüli értéket mér, beütésszámot mér gergelművel szálláló. Hallgassuk meg ezt is. Meggyőződtünk róla, hogy ez a gázhamisnya, ez egy béta sugárforrás. Első ránézése talán ijesztő is volt, az a magas beütésszám, amit a harisnya környékén érzékelhettünk, de azért sem kellett ettől félnünk, a gázhamisnyától, hiszen tudjuk, hogy a béta sugárzás, a béta sugárforrás az a levegőben is nagyon hamar elnyelődik, és a kísérő gamma sugárzás ebben az esetben nem jelentős mértékű. Nyugodtan vásárolhattok gázhamisnyát a boltokban, hogyha túrázni készültök, és este világításra van szükségetek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!